A háború és az uniós szankciók okozta energiaválság ellenére a magyar családok csak nem háromnegyedének nem nőttek a rezsiköltségei tavalyhoz képest, 9%-uknak pedig még csökkent is. Ez derül ki a Koppmária Intézet felméréséből. A tanulmány szerint ez elsősorban a rezsicsökkentésnek, valamint a növekvő energiatudatosságnak köszönhető. Fábián Barnának érkezett vendége a témában. Nagyon szépen köszönöm, Fűrész Tünde a vendégem, a Kincs, vagyis a Koppmária Intézet a népesedését és a családokért elnöke. Jó estét kívánok, Edi Csókolom. Én becsülettel végig olvastam ezt a tanulmányt, nagyon érdekes egyébként, azért pakoltam itt szanaszét mindent az asztalomon. Azért nézzünk a számok meg, azt tudom, hogy 1000 embert kérdeztek meg telefonon. Így van, ez egy szokásos, reprezentatív felmérés, telefonos kutatás, ezt tulajdonképpen minden hónapban elvégezzük, mindig más témában, és hát nyilván érdekes most, hogy a rezsi költségeknek a számítása hogyan befolyásolt az emberek életét, úgyhogy rákérdeztünk ebben a felmérésben arra, hogy az egy évvel ezelőttihez képest nőttek-e a rezsi költségeik, és azokat a válaszokat kaptuk, hogy 72%-nak nem nőttek a rezsi költségei az idejében, 28%, akinek igen. De olyan is van, aki csökkent. Én megnéztem a táblázatot, azt mondja, Így van, ez különösen igen, 9% az tavaly többet fizetett. Így van, tehát 63% ugyanannyit fizet, mint egy évvel ezelőtt, és 9% volt valóban, aki úgy nyilatkozott, hogy még kevesebbet is fizet, mint egy éve. Ebben benne van a családok, hogy is mondjam, csak energiatudatosság, annak a változása, mindenképp. És hogy lekapcsoljuk a villanyot? Mindenképpen, és igazából erre rávilágított a kutatásunknak a második fele is, hiszen ebben rákérdeztünk arra, hogy mennyire takarékoskodnak a háztartási energiával, mennyire energiatudatosak az emberek. Rákérdeztünk olyan konkrétumokra, hogy spórolnak ez árammal, a vízzel, lejjebb veszik-e a fűtést, lejjebb veszik-e a hőmérsékletet a lakásukban, és hát azt láttuk, hogy nagyon sokan, tehát 10-ből 9-en spórolnak az árammal, 10-ből 8-en a vízzel, 10-ből 6-an mondták azt, hogy odafigyelnek a otthonuknak a hőmérsékletére, tehát látjuk azt, hogy valóban tudatosak az emberek, és odafigyelnek arra, hogy kevesebb energiát használjanak az otthonukban. Azt is láttam az a táblázatot, hogy mennyien tervezik, vagy már folyamatban van, hogy energiatakarékosabb berendezést vásárolnak, cserélik rá a régit, vagy ilyen irányba, mert mozdulnak el itt. Mire jutottak, mit állapítottak? Így van, erre is rákérdeztünk, hogy például tervezik-e, hogy a szigetelése javítanak, vagy nyílászárót cserélnek. Itt nagyjából a válaszadók egynegyede mondta, hogy ilyesmiben gondolkoznak, de például 72% arról számolt be, hogy odafigyelnek a fűtési berendezéseiknek a karbantartására, és nagyon sokan, majdnem 80% mondta azt, hogy egyébként figyelnek arra, hogy energiatakarékos eszközöket használjanak, LED lámpát, energiatakarékos háztartási eszközöket. Olyan, hogy azt mondja, gázol átmegy villanyra, vagy ilyesmi is, mondja, a gáz az átlagfogyasztás fölött 7-szeresen, míg a villany az átlagfogyasztás fölött csak a duplája, idézőjelbe csak. Igen, erre is rákérdeztünk, hogy tavaly mivel fűtött, idén mivel fűt, és amit láttunk, hogy azoknak a részaránya, akik például elkezdtek fát is használni, vagy akik használnak fát a fűtéshez, ott egy kicsit megnőtt. Tehát tavaly nagyjából 10-ből 4-en mondták, hogy használnak fát a fűtéshez, most már ennél valamivel többen válaszoltak erre, és érdekes volt, hogy például a légkondicionálóval való fűtés, vagy a napelem használat tekintetében, és azt láttuk, hogy megduplázódott azoknak a száma, akik igénybe veszik ezeket az eszközöket. Ugyan összességében nem egy nagy részarányról van szó, mert 10% körül van azoknak a családoknak a száma, akik ilyesmit használnak, legalábbis a mi kutatásunkban. Ez jött ki, de mégis úgy tűnik, hogy többen nyúlnak már ilyen megoldásokhoz is. Olvasom a tanulmányban, meg a táblázatban is, hogy arra is rákérdeztek, hogy ki mekkora alapterű lakásban lakik, nyilván hát ez a népszámlálásban is benne volt, de ez is egy érdekes dolog, hogy a nagyobb területi lakásnál ott nyilván a nagyobb, mondom, jobban is keresnek, ott a takarékoskodási hajlam lehet, hogy nem olyan egyértelmű. Igen, erre is rákérdeztünk, és hát nyilván van összefüggés a lakásméret, illetve a rezsiköltségek között. Egyébként összességében, ha megnézzük a rezsiköltségeket, hiszen nagyon konkrétan rákérdeztünk, hogy mennyit fizetnek, és azt tapasztaltuk, hogy aki a tavalyi évben nagyjából az emberek fele az 40 ezer forint alatt fizetett a rezsire, ez most 40%-ra csökkent, azok, akik 40 és 80 ezer forint között fizetnek, ott 40% volt tavaly is, idén is, és azok, akik 80 ezer forint fizetnek, ott tavaly 10% volt, most ez megduplázódott 20%-ra.
Az nyilván a villanyszámlán, a gázszámlán is látszik, hogy az ember mennyit takarít meg, ugye az átlagfogyasztásig, hát egy bődületes összeg, majdnem 180 ezer forint egy hónapban. Tehát azért, ha ezt ki kéne fizetni, erre is rákérdeztek? Így van, valóban ugye tudjuk azt, hogy átlagosan egy magyar család havonta 180 ezer forintot tud megtakarítani a rezsicsökkentés politikájának köszönhetően, és az, hogy az átlagfogyasztásig fennmaradtak a rezsicsökkentett árak, ez ezt jelenti a lakások számára. Úgyhogy látjuk azt, hogy ez a 40, tehát hogy még mindig a többség azért 80 ezer forint alatt fizet, a legtöbben még mindig egyébként 40 ezer forint alatt fizetnek, tehát látjuk azt, hogy valóban ez egy óriási segítség. Egyébként nem olyan régen jött ki az Energiahivatalnak is a elemzése, amiből kimutatták, hogy Európában, itt Magyarországon fizetjük a legkevesebbet háztartási energiára. Érdekes, hogy nem tudom, erre rákérdeztek-e, mert a tanulmányban nem láttam, de ezettől függetlenül meg lehet, hogy nekem nagyon sok ismerősöm, én magam írom, hogy melyik két naponta, hogy mennyit fogyasztok, és akkor rájöttem, hogy ha a bojlert is lekapcsolom, nem vagyok otthon három napig, hát az is meglátszik, hogy az ember kihúzza a mikrosütőt, az is meglátszik, tehát apró dolgok ezek, de összeadódnak, és a 210-et nagyon könnyű átlépni kilovattbomban. Így van, de úgy tűnik, hogy most már erre nagyon is figyelnek az emberek. Ugye, amikor volt a koronavírus járvány, akkor azt mondtuk, hogy egy pozitív hozadéka van, hogy a home office, illetve a rugalmas foglalkoztatás az most már elfogadottá vált. Így talán mondhatjuk azt, hogy az energiaválságnak meg talán az a pozitív hozadéka, hogy az emberek sokkal környezet és energiatudatosabbak lettek. Mi lesz ennek a tanulmánynak a folytatása esetleg, vagy a sorsa, mert nyilván ezt elemezni kell. Még most egy 8-9 percet megpróbáltuk, de hát egy órát is lehetne róla beszélni. Nyilván fontos, hogy pár hónap múlva, amikor már a tél vége fele járunk, újban megkérdezzük, hogy hogyan változtak a számok, változott-e bármi. Nyilván itt sok minden függ attól is, hogy milyen téli időszak áll előttünk. Egyébként, ha megengedi, hadd ne előre, hanem egy kicsit visszatekintsek méghozzá júliusi bejelentésre, amikor bejelentette a kormány, hogy megváltozik a rezsi számítás, és akkor nagyon nagy ijedelem volt. Mindenki rögtön elkezdett gondolkozni, hogy hogyan tudna spórolni, takarékoskodni, hogyan tudna beleférni az átlagfogyasztásba. Ugye akkor a kormányzat azt prognosztizálta, hogy nagyjából az emberek háromnegyede az bele fog esni ebbe az átlagfogyasztás alatti tiak közé, és hát valóban azt látjuk, és igazából a mi kutatásunk is ezt igazolja vissza, hogy nagyjából az emberek háromnegyede az abba a csoportba tartozik, 72%, akiknek nem kell többet fizetniük, mint egy évvel ezelőtt. Hálásan köszönöm, hogy befáradt. Köszönöm szépen.